Pannonok s hunok öröksége él lelkemben. Valaha Válkum áltól születtem, s ma is a tófövényre még császárképű pénzt vett ki a víz. Talpam alatt légiók útja, de nyílfelhősek még az álmaim. S hódítóként kincses nyugatra jutva, arany helyett legszebb prédám a rend. Keszthelyen születtem 29. december 17-én, Lázár napján. Ez nem egy jó, de nem egy jó jóslat, nem így az a bibliai szegény a Lázár, úgyhogy ez jó lett volna valamilyen Krőzus napkor születni, de hát apám fogorvos volt Keszthelyen. Eléggé tekintélyes ember volt. A vitéz is volt az öreg úr. Szóval a nagyapának györöke volt egy ilyen vörös terméskő háza. Így voltak a hegyek egymással. Szent György, egy Csobánc, Gulács, Szigliget, Badacsony, ugye Badacsony a főnök, és szembe pedig Fonyód, az a túlsó parton. Nagyon gyönyörű kilátás. Panorám meghatározó volt életemben, és általában Bencés Rend adott egy természetes, de ugyanakkor vallásos hozzáállást a világhoz. Békés Gellért volt az első prefektusom, de nagyon nagyszerű ember. Ő volt különben a cserkész parancsnok is, és a hittanárom és a lelkiatyám. Nagyon szerettük Gellértet, és máig is úgy vagyok, hogyha egyetlen egy embert kéne meghatároznom, hogy szent javassák, akkor a Gellértre szavaznék. Egy nagyszerű ember, mert kitűnő sportolt, szóval ami egy fiatal kamasz gyereknek imponált, azt a Gellért tudta. Akkor végzett Rómába, mint teológus. Pannon Almán rendkívül nagy szabadság volt. Abban az időben az átlag gimnáziumokban, vagy pláne az átlag internátusokban sokkal szigorúbb volt a stílus. Fociztunk, hadijátékoztunk, mert szerettük hadijátékot, ami egy számjáték volt. Volt itt egy száma sapkába beletűzve, és ugye azt leolvasták, akkor megszűntél létezni. Mert akkor az egyébként tudja, hogy eltaláltak halálosan. Télen sízés volt, szánkózás volt, de ez sízés főleg. Szerettünk sízni. Elért a jó sízet. Jártunk ott a környező dombokon is. Nagyon jó tanáraink voltak. Legányi Norvel ott tanította a matematikát, aki aztán később főapát lett. Békés Gellért volt a hittanárunk, Levárdi Rezső, a művészettörténész. Ő volt a történelem tanárunk. Kovács Arisztid, Fagyas Edvin, Frey Kasszián, de mondhatom mindegyik tanáromat, nagyon értelmes emberek voltak. És kitűnő tanárok. A lehető legjobb anyagot hozta főapát úr Kelemen Krizosztom, Pannon Almára. Ő Keszthelyi származás volt, és elején nagyon büszke voltam, és időnként jellemző, hogy milyen volt a bencéseknek a szelleme, hogy gyere Bálincsen, és akkor átfogta a vállamat, és akkor jártuk körül a Pannon Almát, és beszélgettünk én a 10 éves, 12 éves kisdiák is. Ő a 60 körüli főapát. És ebben semmiféle ilyen leereszkedés, hogy na kisfiam, hogy miért? Nem. Teljesen úgy beszélt vele, mint egy felnőtt férfival, ami hát óriási megtiszteltetés volt, úgy mellesleg. És hát persze, hogy szerettük őket. De a legány egy zártabb ember volt. Szigorúbb is volt, jóval szigorúbb. Én emlékszem egyszer,
miatt a legányi matematika tanárunk volt, és írt fel valamit a számlára, és hát innen jó rossz gyerekként hátam mögött ottan maráskodtam. Hirtelen megfordult, és én azonnal leültem, nem vette észre, hogy én vagyok, kész, hogy ki voltam. Jelentkeztem, és akkor legány mondta, hogy a gyerekek, ezt nem szabad csinálni, hogy így hülyéskedik az ember a tanár háta mögött. Azt viszont ismerjétek el, és tanuljatok a tolmányt, hogy vállalta azt, amit csinált. És ez később is megmaradt, már az álmónál. Ott egyébként nem sokat használt nekem az igazmondás. Az a folyamatosság. A bencések valóban ezt a bencés szellemet képviselték, és Szent Istvánnak a szellemét. Sokra tartottuk az Árpádokat, én speciál Szent Lászlót. Ugye nagyon szerettem futballozni, verekedni, úgyhogy Szent László volt a, és az, hogy mindenkinek egy fejjel magasabb. Hát kérem, kellem értem meg. 14 éves fiúnak. Nálunk elsőt a 8. volt olasz, és a latint 3. kezdtük. És aztán 5. jött a német vagy a francia, ott már lehetett válogatni. Hát, rengeteget olvastam. A legnagyobb hatással volt rám a Babits irodalom története. Én emlékszem, 15 éves volt, amikor elolvastam. És nagyon hatott rám ízlésbe is, el kell olvasni, nem tudok mást mondani. Szerb Antal is kiváló, de hát ugye Szerb Antal az elsősorban irodalom történész volt, Babits pedig költő. Gyöngyösi Imre már akkor írt verseket. Én csak 6. koromban kezdtem verset írni. Szóval én már akkor kezdtem, amikor bennem belőtt a fejem lágya. Az Imre meg egy ilyen született költő volt már. Én kiskorában is írt verseket, és elég jókat. Nagyon jó lettünk egész fiatal korunktól. Egy angyali lélek volt, szóval egy nagyon kiváló ember, mint ember is kiváló volt, mint költő is kiváló volt. És mint barát is kiváló volt. Hát ennél szebben nem tudok mesélni egy emberről. Nagyon, nagyon tehetséges volt. Na most azért kettőnk között nyilván két költő. Hát csak van rivalizálás. Az Imre volt az igazi költő kettőnk közül. Ő költőnek született. Én meg költővé lettem. Lapunk is volt, igen, ez volt a diáklap, a pikoló, ami ugye kicsit jelent, sörbe is kicsit jelent, kéndeci sör a pikoló, és hát ez lett a lapnak a szíme. Én írtam belé az első vezércikket, rendületlenül címen. Olyan férfias voltam, amilyen csak lehetett 14 éves fiú. Az Imre meg írta belé az első verset, nagyon jó vers volt egyébként. Panonalmát nem nagyon érintette a háború. Ez valóban ilyen International Vörös Kereszt volt. '48. júniusában érettségiztünk. Én jól érettségiztem. 2-2-essel vagy 3-mal. A 2-es akkor az volt a jó. Én bölcsészkarra akartam menni, vagy jogra. Ugye jobb a nagy pofám miatt a bölcsészkar meg volt szívemnek a választottja mégis az irodalom. Apám azt mondta, hogy irodalomban nem lett megélni a igazság. Nagyon akarta, hogy az orvosira menjek. Szóval orvosira jártam körülbelül jó fél évet.
akkor azt abba hagytam, átment a bölcsiskolra, és akkor jártam egy jó fél évet, amikor is januárban, 51. januárban, az egy jó kemény időszak volt, megjelent az Államvédelmi Hatóság, és elvittek. Fogalmam sem volt, hogy miért vittek el. Na, de aztán kisült, hogy mi előtte két évvel így összejártunk, hogy se az nem jó, ami volt a Horthy korszak alatt, se ez nem jó, ami most van. Ki kéne találni egy harmadik utat. Szóval amúgy is ott volt a könyv, a Wilhelm Röpkének a könyv, a harmadik út, és akkor megtaláltuk a magyar vonatkozású, illetve a magyar szerzőket is, ugye elsősorban Németh Lászlót. Akkor olvastuk Szalazárnak a könyvét, és még sok mindenkit. És akkor hát ez főbejáró bűnnek számított. Aztán ezt abba hagytuk azzal, hogy ez reménytelen, nem lehet megdönteni a kommunizmust Magyarországon. De hát ezt nem vették tudomásul, és hát akkor elítéltek engem is, ugye, Mihály Gézát és Gyöngyösi Imrét. A Trészfalciunt kollégium mondja a római jog, de hát három ember az már sok olyan, mint a Szent Háromság. Letartóztatás után, akkor két napig nem szóltak hozzám, mert ilyen puhító időszak volt. És akkor lehívtak, és akkor éhezgettek. Akkor volt ez a komorarcú úr, akinek az volt láthatólag a dolga, hogy megjegyezze a kezdőket. Meg is értem, bevallom férfiasan. Nem voltam hozzászokva sehoz, hogy engem egy rossz arcú ismeres hallak letegezzen. Rögtön ordítva, és mondjuk te piszok csibész, fasisztának nevezett. Nem tudtam, hogy miért vagyok én fasiszta. 12 éves koromban nyertem futás, távolugrás, magasugrás. Mi egymáshol volt egy ilyen marék érmem, és ezek megtalálták, és mint bűjjelet hozták föl. Hát mondtam, hogy úr, én nézzék meg, ott van egy alak, aki átugrik egy ilyen létszer, ebben mi bűnösség van. Ezek nem gondolkodtak, hanem vádoltak. De rögtön azt mondták, tessék itt ezek is fasiszta kitüntetések. Mondom, hogy mi ez magasugrásból fasiszta kitüntetés? Hát persze nem voltam ilyen slágfertig, mert az ember azért elnézést, de be volt szarva, mert hát az ávósokkal mindig bejött, tudom, egy ilyen pasas, akinek azt hiszem az is volt a dolga, hogy ő volt a félelmet gerjesztő, és akkor így nézett. Hát nem mondom, hogy jó kedvem volt tőle. Tárgyalmasan találkoztam a Gyöngyösi Imrével, meg a Mihály Gézával is. Államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, kezdeményezése és vezetése. 6 évet kaptam. Másodosztályon Géza kapott 3,5-et, és Imre kapott 3-at. Valóban még gyerek fejjel csináltuk az egészet. És kérdezték is, hogy milyen fegyverük volt. Szerintem az Imre, Gyöngyös Imre, nem is nem tudott elsütni egy puskát, az annyira ilyen pacifista típus volt, de én el tudtam, mert engem apám megtanított vadászni már 6 éves koromban, nem vadászni, akkor lőni. De emlékszem, hogy a hónom alatt volt a
a puskának a tusa, úgy ráhagyoltam a kövér, és úgy lőttem. A gyűjtőbe főleg kizárkák voltak. Hosszú ideig magánzárkában voltam. De befélt. És hát ugye éjjel hallottak, hogy esetleg a tőled második zárkában ütöttek valaki gumibottal, hát attól nem lett nagyon bátor az ember. Nagyon dühös voltam rájuk, és akkor fejbe elkezdtem írni, hogy érezni is, hogy ez egy ilyen első vers, de sem Mártinnak, sem Aszkétának nem születtem, azt tudom már, és azt is, hogy kis leszkapadomnál jobban szeretem a friss ágyat, cellámnál fényes verandánkat, csajkabomnál friss aljazsemlém, de annyira nem tompult elmémet. És ez olyan mélyre nem alászhat, hogy mindezért az igazságnak megtiprását semmibe venném, és még pártok haplákos figyelmén hazugságán átláthatok. Gyűlölök mindenfajta önkényt, és mert nem gondolkodhatom önként, börtönből is rázadok. Ez volt az első szonettem, amit venni. Volt egy őr, a Mihalicska, ő vert engem vasba. A vasba verés abból állt, hogy a jobb csuklóját az embernek a bal bokájához kötötték, de egészen hozzá, és a bal csuklóját a jobb bokájához. És akkor azt jó meghúzták, ez attól függött, hogy ki akarta vele tolni az illető. A Mihalicska mindig mindenkivel ki akart tolni. Mi a csikát általában gyűlölték, szóval nincs mese. Volt, aki ordított, volt, aki nem. Hát én mondanom is, hogy én nem ordítottam, ezt elején leszögeztem azt. Nagyon okosan ajánlom bárkinek, hogyha ilyen helyzetbe kerül. De reméljük, ma az ávó nem jön vissza, hogy ha engem megütnek, akkor azonnal verjenek agyon, mert attól kezdve én szót nem szólok. Így aztán nagyon meggondolták, hogy engem is se neke, úgyhogy nem is nagyon ütöttek. Egy-két pofon el csattan, de hát az akkor az izé volt simogatás. Reggel a hóhér mértéket vett rólad, aztán káromkodott, hogy tévedett. S felakasztotta a szomszéd zárkából a fiút, akit tegnap este hoztak. Ki egész éjjel üvöltött, dörömbölt, hogy élni akar. Pricsét leokátta, s végül elájult. Egy vödör vizet locsantottak rá, hogy magához térjen. Úgy vonszolták ki az akasztófához. Félaléltan nem vitték lábai. Csend. Csak rúgások puffanása hallott. Az őrszobában már serceg a zsír, a főtörzs most reggeliét süti. Fokhagymás hús. A hullaszállító hangját hallod, a vaskaput kinyitják. Kilezsel. Elment. Este vasba vernek. Holnap félkoszt, holnap után sötét. Ki fogod bírni? Nincs más választásod. Árulás, vagy a beígért kötél. A sűrű dróthálón besüt a nap. Halknesz. Az őr hosszan-hosszan figyel. Ők bizonyosan tudják, hogy megtörnek. Te bizonyosan tudod, hogy soha. Gyűjtő, Kisfogház, 1951. október 1-je. Kis fogházban, ott volt az akasztófa. Egyszer van egy ilyen négyzetes luk, oda beteszik, beverik az akasztófát. Tehát van egy ilyen szög,
ha beakasztják egy ilyen hosszú, ennek a végén van egy, hogy is hívják, egy hurok. Nézd, hogyha itt elnyomod a két karotisztot, tehát a két nyakiütőeret, akkor 10 másodperc, nem 10, hogy 30 másodpercen belül elveszed a... Úgyhogy az illető, akit felakasztanak, az nem érzi a nehezét. Tudtuk, hogy vannak hamzerek, ami besúgót jelent. Annyira utálom őket, hogy nem is szeretek beszélni róluk. Elég egy sötét alak, aki, és akkor még kapok egy két évet mondjuk lázításért, vagy mit tudom én miért. Benne az ember nagyon csínyán bánt. Dolgokkal csak később csináltunk benne antológiákat. A gyűjtőben főleg kiszárkák voltak. Ezekből a kiszárkákból került az ember Vácra. A gyűjtő rögtön börtönnek készült. A Váci fegyház viszont kolostornak volt építve. Tehát széles folyosók. Szinte úgy hazajöttem, ugye, mint a Pannonalmára kerültem volna. Ugye már ott a papok nem voltak becsukva. Egész más volt. Besütött a nap, és ott volt a Duna. Én nagyon szeretem, hogyha kinézek, akkor látom a vizet. Ugye balatoni születésű vagyok. Volt olyan zárka, ahol ki lehetett látni a Dunára. Na, de hát aztán rájöttek az elvtársak, hogy ez rosszat tesz a raboknak, és erre bevádolgozták az ablakokat. Ott benn volt egy csomó srác, aki verset írt. Amint így megírok, az fejben megmaradt. Mondom, minden versemet tudom kívülről. Vácról átkerültünk Tatabányára. Na most Tatabánya egy óriási emelkedés volt Váchoz. És egy a börtönökhöz képest, mert egy rabtábor volt. Tehát ott mindenki mindenkivel találkozhatott. Ugye ott találkoztam a Szatmári Gyurka barátommal, aki szintén verseket írt, költő volt, nagyon jó költő, és kitűnő fordító. Benn kialakult egy ilyen író. Volt ilyen költőzárka például, de ott voltunk, hogy négyen költők, vagy öten. Ugye, mert voltak benn költők a Tollas Tibor, Gyöngyös Imre, akkor Szatmári Gyurka, Csekészségem és még sokan mások. Na most, miután ott a táborban lehetett átszökni a másik baragba, ezután teljesen szabadon közlekedtünk ott, és az is volt, hogy csináltunk ilyen előadásokat, szóval ott volt kis színpad is, és énekeltünk. Szóval ott mindent lehetett énekelni. Akár a pápai himnuszt is énekelhettük volna, mert azt nem ismerték. Tatabányán szerint 14-es aknában dolgoztunk. Sújtólég veszélyes volt. És a sújtólég azon felrombanhat az egész bánya. Egy ronda hely volt. És képzeld, az ember bemegy egy ilyen vágatba, a vágat az annyit jelent, hogy ilyen alagútszerűség jobbra-balra, ilyen tartó pillérek vannak, és akkor egyszer elkezd recsegni. Tehát annyit jelent, hogy ugye a hely egy éppen úgy ráereszkedik, mint hogyha így, bocsánat,
egy nagyseggű idősnő ráülne a fejedre, elnézést kérek, de nem a legjobb érzés. Az embernek a nyakcsigolyái úgy érzik, hogy elkezdenek ropogni. Na most ezek a stompok, ezek is elkezdtek recsegni olyankor. És hát nem volt egy kellemes érzés. Féltem. Hányan is volt 54-ben, vagy 55-ben, nem tudom. Jött egy ilyen szabadulási hullám, és én egészen végére maradtam arra, számítottam, hogy már nem fogok szabadulni. Amnesztiában szabadultam, igen. Csepeli Vas és Fém művekben, ott a hengerdében kezdtem az új életemet. Nem igen állt a kezemre, én soha nem foglalkoztam iparral, még szögbevérésig se. De az a helyzet, hogy az ember mindent kibír, úgy szóval, hogyha van benne. Most nem is azt mondom, hogy tartás, mert úgy hangzik, mint hogy én bennem ekkora tartás volt, nem volt bennem olyan rettenetes nagy tartás. Hanem az volt, hogy hát majd fogtok rajtam röhögni ezt. Ez volt bennem. Ezek 1956-ban otthon voltunk, és egyszerre felszaladtak hozzánk a rokon, barát, mindenki. Gyerekek, itt vonul az ifjúság, gyertek. Kimentünk az Imrével, Liával, Imre húgával, aki aztán később feleségem lett, és akitől van egy fiam, úgyhogy a szabadságnak a vonala megvan. Akkor hát végigjártuk azt az utat, amit akkor az ifjúság énekeltünk. Mondták a barátaink az Imrének is, meg nekem is, hogy ne nagyon szerepeljünk, mert akkor azt fogják mondani, hogy a volt börtönösök csinálták az egész 56-ot. Hát erről nem volt szó egyébként. Elmentünk foglalni a moziba, és a politikai foglyok szövetségének a forradalmi bizottságába természetesen az Imrét is, meg engem is beválasztottak. Aztán ugye jöttek a novemberi sajnálatos események, hogy így mondjam, egyszerre dörögni kezdett az ágyot, többi tudjuk, ugye, hogy mi történt. Hát akkor meg voltam győző, hogy na, minket el fognak vinni, Imre is. El fognak vinni napokon belül, de nem vittek el. Csak egy kicsit később, mármint hogy engem, hál' Istenek, utánam senki nem bukott le. Most ez egy lényeges dolog. Az ember senkit nem buktathat le. Ez becsületbeli kérdés. És aki azt mondja, hogy jaj, hát úgy verték, hogy nem. Úgy nem verhették. Szóval persze vannak ilyen dolgok ma már, hogy adnak egy injekciót. Aztán annen is elmondod azt is, hogy anyád hogy szült meg téged. 57-ben a fő utcába vittek, már a KVH államvédelmi hatósága lépett elő az ÁVU, addig államvédelmi osztály volt. A válasz természetesen az volt, hogy államrend megdöntésére irányuló szervezkedés. Csak körülbelül fél évet voltam benne. Hát csak. Próbálja valaki. Na de hát 5 évhez képest fél év, ugye? Az 10-szeresen. A szabadulásom után könyveket kezdtem árulni. Kis kocsiba benne a könyvek. Kimegyek a térre, kinyitom a kocsit, fölrakom a könyveket a megfelelő kis polcokra, és akkor jönnek az emberek, én megárulom a könyvet.
ebből állott a fegyvárosság. Ott árultam talán 2 hónapig, és az öldetére nem járnak olyan sokan. Utána kerültem szerencsémre a Margit Buda hídfőjéhez, ott aztán sokan mászkálnak. Hát életem nagy pillanata az volt, amikor Kodálynak eladtam Németh Lászlót. Megjelentem Kodály. Szólni nem tudtam, elakadt a lélegzetem, Jézus Mária. A legnagyobb élő magyar, mert én úgy éreztem, és máig is úgy érzem, hogy akkor nem tévedtem. És akkor Kodály kiválasztott egy német lászlót. Aztán talán a bűn, vagy valamelyik német lászló regényt választottak, és azt tudom, hogy német lászlót választott. És hát erre nagyon büszke voltam. Német lászlóval nem tudtam még ismerkedni. Amit nagyon sajnáltam, mert nagyon szerettem volna. Mert számomra ő volt az abszolútum a intelligenciába. Németh László. Kellett úgy, ez egy rendkívüli jó ember volt. És akkor a Dezső bácsi engem oda vett magához. A Széchenyi könyvtárba. Aztán nálam rosszabb munkaerőt, azt nehezen találhatott volna. Tűnik, én sosem jutottam olyan munkához, ami kedvemre való lett volna. Tehát nálam a munka és az ellenszerv az mindig olyan, hogy találkozott. De keresztül végigimponált a hihetetlen nagy kulturáltságával. Hát ő rengeteget dolgot csinált a magyar irodalom képes könyvétől kezdve Német irodalom kincses háza, szóval egy igazi kultúrember volt, és nagyon sokat lehetett tőle tanulni, és stílusban is. Nagyon jó tudott hatni az emberekre. A Dezsőhöz jártak az emberek, ott egyik nap a Képes Géza jött, másik nap XZY, és a Dezső majdnem mindenkivel jóba volt. Tudjátok, a Dezsőről mindenki tudta, hogy egy keresztény vonal, de ugye akkor baloldali keresztény vonal, tehát nem veszélyes vele barátkozni. És hát sokan jöttek kérni a segítséget. Az első versemet azt 16 éves koromban írtam. Ami nem rossz, elmondom, jó? Azt mondja, őszi szél a címe, nagyon nehéz. Kinzúg a szél, mindig zenél, s a fa levél bús útra kél. Még küzd a nyár, a varjú már, károgva száll, őszi a bál, övé a tánc, még forgatag, hulló levél örvény alatt. Fehér nyírkos őszi köd, mely tarlód, berket, számba föd, és a szél, mindig beszél, és egyre szól, és egyre száll, mint víjogó sötét madár. Ez az életem első verse. Na most ez formailag ez rendben van ez a vers. Szóval érzésem szerint. De annyira hatott rám a, hát ugye az őszi sanzon, ő szúrja, zsongja, jongusom, a tájon, sont, monoton, bútkodokon és fájon, és én csüggetek halvány beteg, még éjfélkon, csak sírok, s elém a sok tűnt kékél. Ó, múlni már, ősz, húlni már, eresszél, mint holtavar, itt felkavart a rossz szél. Hát mit mondjak, ez az jobb vers. De az illető aztán Pulverlen írta. Egy kicsit több gyakorlata is volt benne.
tőzeges lapájról felszáll az őszi köd. A lápmadarai sivítanak, sírnak. Bakonyi szelekkel a közelgető tél ránk mordul, a cserje rezzen, s menekülne. Hamarosan füstös ezüsttel fújja be a dér a strázsáló, vénszőlő karókat, s a venyige lángja fölött táncol a tó immár mozdulatlan ezüstkori tükre, s a somogyi dombok. Eljön majd ideje megrakni a présház apró vaskályháját, és a hideg tapintatú pohár mellől elnézni a kékbe csavarodó füstöt. Elszáll az, mint a gond, s míg a kályha tűzzel, zajdul a lélek is borcsiholta kedvel. Fori világ, már ez a kuratéli alkony csak tiéd, s e pogány férfi szertartásé. Kucsmád a diófa ágára akasztva, áldozati állat, jósolhatsz belőle fogasabb időket, vagy szelíd jövendőt, bátran, mint táltosi kedvet parancsolja. Lefelé kimért nagy léptekkel ballakhatsz, kezedben a fűzák fonatú üveggel, míg a tapolcai szélben varjú tábor hozza a kereken szökő új esztendőt. A verset Ijés Gyulának ajánlottam. Ijéstől sokat lehetett tanulni, és egy nagyon rokon szemes ember volt. Ijés hozta le, ez nem szerelem című versemet. Ez nem szerelem, ez már tudom sokkal több annál. Elhagytál vagy nem hagytál, nem szabadulhatok már. A fűben, fában, kőben, bár futsz, itt vagy előttem. Az ezüst levegőben, hajnali hajókürtben. Dunán hullám, ha fodroz, az is csak téged hordoz. Látlak az újszülötten, ágon csillogó csöbben, zöld mosolyú hegyekben, derengő csillagködben, a csend üvegfalában, hajnalom poharában, gyufám fényudvarában, az első szippantásban, s álmó utcáján szembe jössz minden reggelente. Kifújlak, s belehellek, iszom, s korsóm a melled. Esküszöm, nem szeretlek, de félre nem tehetlek, mert minden, minden téged kiált, amíg csak élek. S hiába minden, minden, itt élsz az idegeimben, valóban, mint az Isten. S magam bár elveszítsem, te majd akkor se hagysz el. Szelíden mellém fekszel, kiáltasz csontjaimban, míg éltem annál jobban, vállamban, karjaimban. Örök szép ellalakban. Bőg, bőg a szarvas a szálerdőben, a bükkösben, a hegyperemén. Meg-megiramlik, megtorpan, sörren. Ki a különblegény? Nem a tavasz, az ősz az erős szerelmek ideje. Bőg, bőg szarvas, hirdesse az őszt, az ősz igazát, ez az ős forró harci zene. Koronádra vadásznak, mit bánod? Holdig hördül-e vadlakodalom? Hány ezred éve, s hány ezred évig árad torkodból így szilajon? Pár hét, s vörösen robbannak az erdők. Jön az őszi forradalom. Te... Te érzed, mit ér a szabadság, ünökkel az őszi hegyen. Űznek, lesnek rád. Hajszál keresztel szügyeden, még édesebb, forróbb az élet, s a szerelem. Lényegében a szerelemről csak annyit lehet mondani, az ember ír a hölgyhöz egy szép verset. Ezen túlmenően nem nagyon lehet elemezni. Szóval az Goethének kell lenni, aki még nem vagyok. Szóval az Goethének kell lenni, hogy melyik a Goethe naplója, ugye az a nagy hosszú szerelmes verse.
de ugyanakkor a Goethe viszont időnként, valljuk be, unalmas. Annyira világos, rendes, annyira jégszerű, szóval átlátható, átüti a fény, és még nagyít is. Szóval, tehát egyszerre Lencse is, meg Korsőepálya. Európai irodalomban, hát ugye a rómaiak, azok Catullus például szerettem, gyűlölök és szeretek. Kérdem, miért azt hiszed, értem? Nem. De megesküszöm, ez élve keresztre feszít. És gondolj arra, hogy ex crucior, ez az utolsó szó. Ez az igen és a nem. Catullust szerettem, hát Horácius kéne szeretni. Az összes lusta magyar szereti Horácius. De hát a latinokat kedveltem. Akkor kérlek szépen. Hát Shakespeare-t ugye. Aki Shakespeare-t nem szereti, az nem normális. Ezt nyugodtan lemerem írni. Ha kell. Hát Shakespeare volt az egyik legnagyobb költő. Itt nincs mese. Hát a Dantétól is rengeteget tanult az ember. Ő meg volt a legszigorúbb. Dantétól félte volna. Shakespeare-el is szóvatta volna. Izével Dantéval nem is szóvatta volna. Nem én. Föltűnt volna a sarkon, akkor befordultam volna egy mellék utcába. Nagy szigorúság, Puskin egy tündér, Lermontov maga őrültségével és démonjával, és még egy csomó orosz költő és író. Hát, a Dostoyevsky biztos, hogy a világ egyik legnagyobb írója, de azért őt is megelőzi Tolstoy. A Kosztolánynak van egy zseniális háromsorosa, ugye utókor. Megyünk az úton, és elfödi nyomunk a futópor. Ez tökéletesen jó. Hát egyáltalán Kosztolányt, én nagyon szeretem Kosztolányt. De szeretem Adit, szeretem Babicsot, szóval az egész nyugat nemzedéket szeretem. De ezektől tanultam. Hát az Adi az maga korába vert mindenkit. Itt nincs mese, ma már ez nem kérdés, hogy Adi volt a legnagyobb 20. századi költő, pedig én is írtam verseket, már 20. században. Itt van ugye a Balassi Karno, a falon ott van, ott se véletlenül kaptam, szóval ember álljon keményen a talpán. És a barátaim is ilyenek voltak, Döbrentei, a másik Balassi Karlos. Akkor szegény Nagy Józsi az meghalt már, szintén költő. Nagy Gáspár, ő a harmadik Balassi Karlos volt. Én voltam az első. Erre komolyan büszke vagyok. Sajnálom, nem szívjelenben vallani, hogy igenis büszke vagyok arra. Az első Balassi Karlot én.
kifutott a lábam alól egy szőnyeg, pedig még pia sem volt bennem. Ezt sajnálom, mert akkor lenne mire hivatkoznom. Ráestem erre, és ez tudva levőleg nem forr össze magától. Nem ezt össze kellett drótozni, meg minden istennyila. Azóta is bevajuk drót. Drótos drót. Ki voltam a Farkas réten, és ez volt az élményem. Ágnesem, én édességem, kim vagy már a Farkas réten, hova én is készülődöm, mellét feküdni egy őszön. Mert a világ kihűlt, rideg, otthontalan te nélküled. Magam is oly magam vagyok, mint a kivert vén csillagok. Mit tegyek hát, tanakodom? Fogom botom és kalapom, s túl erdőkön, túl ködökön, egy szép napon melléd szököm. Krisztusom, ha el kell mennem, anyád által érjen engem a győzelmi pálmaág. S majd, ha sírba hull a testem, lelkemben add, elnyerhessem fénylő égi glóriád. Én hívő ember vagyok, bevallom. Jellemző, hogy a mai korban azt kell mondani, hogy bevallom. De valószínűleg a legnagyobb ember azért Jézus Krisztus volt. Ezt most komolyan mondom. És hát Pannonhalma azért, de nem múlhatott el 8 év úgy semmibe. Szóval nem mondom, nehéz volt. Na de az ám az igazság, hogy a hit rengeteg erőt tud adni. Tehát benne, ha imádkoztam, ha még rengeteget imádkoztam benne, börtönben, akkor az erőt adott. És olyan szomorúan néztem ezekre a hülyékre. A Leóta elvtárs, az ezredes úr. Hát, tudod, én őt sajnáltam. És valóban lehet szeretni az ellenségeinket. Szóval én gyűlölöm őket, de szeretem. Ezt nehéz így elmondani. Ha bármikor le tudnám szúrni. De sohasem szúrnám le. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog. Ez túl katolikus vagyok. Fogadd tűrőn a szenvedést, így teljesíted be a sorsod. A szád, ki oly sok gyönyörre tört, ürítse keserű korsót. Így iratott, ne lázadasz, kérjed a Krisztust magad ellen, s hajtson a szeretet előtt alázatos fejet a szellem. Ábrahám, Izsák, egy magad. Ajánld fel a legkedvesebbet, s bár végnek tetszik, meg lehet számodra még csak ez a kezdet. Az est mágiája fellobog, dobd hát magad rá áldozatnak, s a hűvös csillagok fölött engesztelésül elfogadnak. Túléli át a lélek a halált, túléli, de az egy másfajta élet, és teljessé talán a végítélet teheti majd, hol a szebb formában újra a pőre lélek új testre talál. Hol a voltat s leszt az Úr egybegyúrja,
stán nem lesz idő, sem történelem, csak egy regnál majd a boldog jelen.